Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pont a műsorunk meghívottja Tóth Róbert Szabolcs, a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség alelnöke. Üdvözlöm stúdiónkban. Jó napot kívánok, köszönöm szépen! Holnap kezdődik, december 8-án indul a 20. egyetemi nyílt napok, amelyet Marosvásárhelyen szerveznek önök. Miről is szól ez a nyílt napok? Mit jelent ez? Hát ez a nyílt napok főképp a licistáknak szól, 11-eseknek, 12-eseknek, akik olyan döntés előtt állnak, hogy lejár az érettségi és hogyan tovább. Nekik szervezzük lényegében ezt, meg szeretném mutatni nekik, hogy milyen lehetőségeik vannak itt Vásárhelyen tanulni. Ugye van 4 egyetem, ahol működik magyar nyelvű oktatás. Ezen kívül be szeretném mutatni nekik a diák életet, egy kicsit bíztatni őket, motiválni őket, hogy ne a semmibe érkezzenek meg, és ne féljenek annyira ettől a nagy lépéstől, mert ugyebár ez egy hatalmas lépés. Ez gondolja, hogy 11-12-ben nem tudják még a diákok, hogy hova szeretnének menni. Tehát még nagyon közel van ehhez a korhoz. Hát én pont egy kivétel voltam, elég régóta tudtam, viszont vannak akik nem tudják. Egyrészt nekik szól, hogy lássanak lehetőségeket, és tudjanak dönteni, segítsünk nekik dönteni. De nagyon sokan vannak, akik tudják, hogy hova szeretnének jönni, inkább azért jönnek, hogy megerősítsék magukban ezt a döntést, hogy tényleg ide szeretnék jönni. Igen, mert hogy ugye vannak más városok is, tehát hogy vannak olyan városok, amiben patinásabb egyetemek működnek Erdélyben, hát mondjuk megemlíthetjük Kolozsvárt és más várost. Nem említek, mert nem akarok most itt jó ötleteket adni végzős diákoknak, de én valahogy ugye az rég múlt licista koromban úgy emlékszem, hogy azért az osztályomnak a 90%-a már 9-ben tudta, hogy mi akar lenni. Nem tudom, hogy tényleg jellemző ez, hogy a liceum 11-12-eseinek nagy része még csak keresőben van? Annyira nem jellemző, mint ahogy ezt kiderítettük beszélgetések során, előző rendezvényeken is. Általában tudják az emberek, legalább nagyjából tudják, hogy hova szeretnének menni. Ez igazából attól függ, hogy milyen területre szeretnének jönni. Például aki egészségügyben szeretne, és magyarul szeretne tanulni, az csak is kizárólag Vásárhelyre vagy jöhet. Külföldre. Nem, ez most csak azért feszegetem, hogy nem lenne jobb, hogyha kisebb osztályokat hoznának, tehát hogyha abban gondolkodnának, hogy akár 9-es, 10-es középiskolások is jöhetnének, nem? Igen, ezen gondolkodtunk, viszont jelenleg úgy tartjuk, hogy jobban be tudjuk mutatni 11-eseknek, 12-eseknek, nekik ugye friss, ők már úgymond, aki tudja, hova szeretne jönni, az már készül a felvételire. Ott én saját tapasztalatomból úgy tudom, az én osztályomban, 9-ben még meg se fordult a fejünkben, hogy mi legyen az egyetemmel, ott 11. körül kezdett el mindenki gondolkodni, hogy na, valamit kéne csinálni. Úgyhogy nekik... Felkészítőre kéne járni. Igen, valamit. 11-ben kéne kezdeni tanulni. És akkor nekik mutatjuk meg igazából, hogy na, hogyha ezt szereted, ide jöhetsz, de akkor most neki kell fogni. Így. Igen, és gondolom, hogy a bemutatott egyetemeken lévő tanárok is azért elmondják, hogy körülbelül mire számíthatnak. Tehát mi az a 4 egyetem, említette, hogy 4 egyetemre viszik el a középiskolásokat? Igen, tehát elvisszük a Szapienciára, a Művészeti Egyetemre, a Alkalmazott Didaktikai Pedagógiai Egyetemre és a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technika Egyetemre. Igen. És itt gondolom, hogy várja őket a diák szervezetnek azok a tagjai, akik ebben a projektben részt vesznek, és szívesen megmutatják, hogy mi várja majd őket. Igen, természetesen minden egyetem részéről vannak szervezők, és ők vezetik körbe a résztvevőket lényegében, és ez a lényeg, hogy válaszokat adni készek, segíteni, tippeket adni, tanácsokat. És tanárok is vannak, akik elmondják, hogy mire számíthatnak felvételin? Tehát, hogy van egy ilyen felvételire való felkészítés is, vagy inkább csak ilyen informális beszélgetés?
Inkább egy informális beszélgetés. Előadó tanárok jönnek, bemutatnak bizonyos tanszégeket, bizonyos szakokat. A felvételről inkább csak így, mint szervező, résztvevő közötti informális beszélgetés, megemlítjük, hogy innen kell tanulni, vagy erre kell odafigyelni. A tanárok részéről inkább csak egy ilyen, hát nem csak, hanem hogy a szakoknak, karoknak a bemutatója van, és motiváció. Igen, na most ez az önök részéről egy óriási nagy szervezési potenciált feltételez. Tehát hányan dolgoznak rajta, és hogyan fognak neki? Hát szeptemberben fogtunk neki 5 fő szervezővel, és természetesen az MMDSZ elnökének a segítségével. Ezen kívül van 250, körülbelül 250 szervező, aki a helyszínen fog dolgozni. Elég nagy szám. Igen, és gondolom, hogy fel kell venni a kapcsolatot az iskolákkal, tehát hogy az iskoláknak is tudniuk kell, hogy hova mennek a diákok. Feltételezem, hogy kísérő tanár is van velük, tehát hogy lehet belőni ezt a hétvégi néhány napot. Hát péntek azért még eléggé munkanap, tehát hogy azért gondolom, hogy ellenállás van az a líceumok részéről is, hogy nem most, hanem 2 hét múlva, de 2 hét múlva már nincs busz. Igen, ez probléma volt mindig, de általában ezt úgy oldják meg a liceumok, hogy egy ilyen osztálykirándulásszerűen eljönnek. Tehát, hogy felveszik a kapcsolatot a tanárokkal, akik összegyűjtik a gyerekeket, és elhozzák őket egy ilyen kirándulásszerűen. És ezt kipályázza meg, gondolom, hogy valaki kifizeti ezt az utazási költséget, ez az iskolákat terheli, vagy ezt önök szervezik meg? Tehát megszervezni mi szervezzük meg, a jelentkezési díjban benne van a busz is. Tehát ez lényegében a résztvevőket terheli meg, mi annyiban segítünk, hogy leszervezzük nekik a buszt, megkeressük a busz céget, ide menjen erre az órára, ide hozza őket és ugye hozza őket. Igen, és hogy Erdélynek végül is minden sarkából jönnek, úgy tapasztaltam előző években, amikor láttam ezt az óriási csapatot, tehát hogy Szatmártól Kézdivásárhelyig, ez azért egy elég nagy tour de force. Igen, valóban az előző években minden egyes iskolát mi kerestünk meg személyesen, mi a főszervezőkkel összeülünk és kiírjuk, hogy na akkor kit fogunk felhívni. Idéntől behoztunk egy ilyent, hogy online jelentkezés. Ettől függetlenül mi megkerestünk iskolákat természetesen, de készítettünk egy platformot, ahol jelentkezhettek online az emberek, és ezt megosztottuk, és minden ismerősnek osztottuk tovább, ő is tovább, hogy tudjanak saját magukra jelentkezni emberek, ne csak iskola keretén belül. És esetleg a MAKOSZ-szal együttműködve ez könnyítene, vagy ez történik? Ez még nem történik, viszont felmerült természetesen. Idén még nem vettük fel velük a kapcsolatot, viszont hiszen idén ez az online-os dolog, ez még egy kicsit új volt, kicsit rá voltunk stresszelve, kicsit nagyon, hogy fog működni. Volt vita ezzel kapcsolatban? Hogy nem volt vita, mindenki támogatta ezt az ötletet, csak ugye ennek köszönhetően szinte duplájára emeltük a résztvevők számát, és az egy elég nagy szám. Ezért úgy voltunk, hogy most egyelőre még ne legyen annyira túlságosan megosztva az emberekkel, viszont hogyha ide jól működik, akkor jövőre természetesen fel szeretnénk venni a kapcsolatot a MAKOSZ-szal is, és jusson el minél több emberhez. Igen. Ez körülbelül hány diákot jelent akkor, ami nem túl sok, hanem egy mondjuk kezelhető tömeg? Hát tavaly előző években körülbelül 220 diákot értünk el, idén közel 400-at. Ez most hétvégén ki fog derülni, hogy mennyire kezelhető ez a 400 diák, de én bízom abban, hogy a szervezői csapat ügyes, és kezelni fogjuk ezt az egészet. És hogyha sikerül, akkor jövőre megpróbálunk még többet emelni, mert az a lényeg, hogy minél több licistát elérjünk, és segítsünk nekik. Igen, az más diákszervezetek, egyetemista diákszervezetek szervezik más egyetemi központokban, vagy ez egy ilyen Marosvásárhelyi különlegesség? Hát én úgy tudom, hogy más egyetemi központokban is szervezésre kerülnek, lehet, hogy nem pont úgy, mint mi, természetesen mindenki másképp, meg hát azokat a városokat, ahol több a lehetőség, több az egyetem, lehet, hogy nem lehet ennyire informálisan, mint ahogy mi, mert több diákról van szó, viszont
mi egyelőre megengedhetjük magunknak azt, hogy akár személyesen is felvegyük kapcsolatot mindenkivel, és úgy igazítsuk őket útba. Igen, és akkor mi az útvonal? Tehát, hogy ugye program szerint 8-a és 10-e között, december 8-a és december 10-e között vannak itt Marosvásárhelyen. Ez mit fed? Tehát, hogy hova érkeznek, mit néznek meg először, csak egyetemeket néznek-e meg? Hát ezt annak érdekében, hogy ezzel a nagy résztvevő számmal dolgozni tudjunk, a programot két tömbbe osztottuk le, ugye péntek-szombat és szombat-vasárnap. És akkor ez a két tömbnek lényegében a programja ugyanaz, regisztráció a Sapienciánál, ott tartunk egy megnyitót, ezután a Sapiencián való körbevezetés történik meg, innen leérkeznek a szállásra, a Mihály Eminescu Pedagógiai Liceumnak a bentlakásához. Erről a szállásról megnézik egyúttal a pedagógiai egyetemet, innen leérkeznek a Művészeti Egyetemre, illetve idén megmutatjuk nekik a Volt Petromájort is, a vár mellett az épületet. A Studium Hubnak a bemutatója, és péntekre ezzel végződik a program, este egy kis szórakozás, illetve mindenki visszamehet a szállásra, szombaton reggel pedig az Orvos Egyetemnek a bemutatója. És itt az Orvos Egyetemen hát bemutatunk, megpróbálunk minél több labort bemutatni, szimulációs központot, levisszük őket a nagy kórházba, a SMURT-hoz. Nagyon szeretik a résztvevők, amikor a helikopter akcióba lép. Igen. És bemehetnek? Tehát, hogy az Orvosi Egyetemen, főleg a klinikákon gondolom, hogy azért nem örvendenek az orvosok és a páciensek annak, hogyha így érkezik egy népes diák sereg, amelyik meg akarja nézni őket. Hát bemehetnek, természetesen ezt megoldjuk, viszont sokkal szervezettebben, tehát lebontjuk őket ilyen 4-5 személyes csoportokra, maszkkal, tehát minden ilyen lépés betartva, és persze páciensekhez nem, és úgy intézzük, hogy van ottani személyzet, vagy akár szmurdos önkéntesek, akik jelen vannak és vezetik őket, tehát nem zavarnak, mert próbáljuk úgy csinálni, hogy ne zavarjanak be. Lényegében a nagy kórházban a morfopatológia az, ahol bemennek, ott pácienseket nem zavarnak, szmurdon pedig csak azt a részt mutatják be nekik, ahol nem zavarnak, nincsenek útban. Igen, és a helikopter nem nekik indul el, hanem akkor, amikor program szerint a sürgősségi bevetés kerül sorra. Nem tudom, hogy ugye ezt feltételezem, hogy 20 év alatt így már rég kikoptak az egyetemről azok, akik elindították ezt a projektet. Tehát ön például hány évet vesz részt ebben a projektben? Hát én tehát most gondolom, hogy kézről kézre adják a feladatokat és a szervezési módszereket. Igen, hát én most harmadéves vagyok általános orvosin, és másodévesként főszerveztem először a nyílt napokat, úgyhogy én már, nekem ez már a második évem, és most azon vagyok, hogy a következő generációknak adjam át a tapasztalataimat, és tanítsam be őket, amennyire lehet, hogy vegyék át tőlem. Tényleg így körülbelül hányadéves diákok szoktak részt venni ennek a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetségnek a vezetésében, a projekteknek a konkrét futtatásában? Mert feltételezem, hogy aztán a későbbi években így egyéb dolguk is akad, mint a diák életet szervezni, tehát hogy megvan ennek a szezonja, hogy mikor foglalkoznak ezzel. Hát ez valahogy úgy működik, ha bár ez nincs kőbevésbe, de próbálunk arra odafigyelni, hogy elsővesként azért vezetői pozíciót nem igen. Tehát ott a igen, mert nyilván nem tudja nyilván az illető még, hogy miről van szó. Tehát az első éves korszak az a korszak, amikor megfigyeljük, hogy ki hogyan dolgozik. Másodévesként már lehet, én is másodévesként lettem felkérve az MMDSZ alelnökének, illetve nyílt napok főszervezőnek. És lényegében másodévestől egészen ötödévesig ez lehetséges. Hatodéven már úgy vannak vele, hogy végzős év, kicsit mindenki visszavesz magából. De lényegében a másodévtől ötödévig akárki, ezt nem kimondottan vesszük figyelembe.
Igen, de gondolom ez az illető diáknak a személyiségétől is függ, hogy mennyire szívesen vesz részt ilyen Persze. feladatok megoldásában. Nehéz toborozni, tehát így könnyedén összeáll a csapat. Relatív, igen. Elég nehéz egy olyan embert felkérni egy ilyen pozícióba, akivel lehet, hogy még nem dolgoztunk együtt, szóval mindenképp stresszes, viszont mindig kialakulnak a dolgok, és mindig megtaláljuk azt az embert, aki odaillő, és aki jól elvégzi a munkáját, és aki lelkesen végzi ezt az egészet, úgyhogy nem mondanám azt, hogy nehéz. De gondolom, hogy jelentkeznek is, tehát hogy vannak olyanok, akik úgy jönnek az egyetemre, hogy na, én részt akarok venni a diák életben is, és vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy az, hogy készülnek egyik óráról a másikra, az bőven elég a részükről, és nem akarnak ebben részt venni. Tehát, hogy feltételezem, hogy azokra számítanak, akik maguktól jönnek, és ők maguk szeretnének valamilyen szervezési feladatot ellátni. Természetesen ez olyan munkákról van szó, amit szeretni kell lényegében, tehát nem lehet erőltetni, ugye fizetés nincs, úgyhogy hogyha nem szívesen csinálja az ember, és nem csak egyszerűen azért, mert szeretne valakinek segíteni, vagy mert jól érzi magát, akkor persze nincs értelme. Úgyhogy igen, de szerencsére nincs nehézségünk ilyen téren, mert akad bőven olyan ember, aki ezt szívesen csinálja, és vannak jelentkezőink. Na most ezt a kis kitérőt azért tettem, mert gondoltam, hogy tud valamit arról, hogy akkor az ezelőtti évi diákok, akik meglátogatták, tehát részt vettek ebben az ezen az úton, azok tényleg itt ragadtak, tehát hogy diákok lettek aztán az egyetemeken, és úgy megtetszett nekik az a társaság, amelyik őket végigvezette, és megmutatta nekik az egyetemeket, hogy akkor rögtön jelentkeztek is, hogy akkor ők ebbe a csapatba tartozni szeretnének. Szóval, hogy ez jellemző, ez így történik? Igen, ez nagyon jellemző, ezt mindig felmérjük. Ugye egyetem kezdéskorra az első éveseknek szervezünk egy ilyen első segélyt. Ez az a lényeg, hogy hasonlít a nyílt napokhoz, csak már első éveseknek egy kicsit jobban bemutatjuk. És itt meg szoktuk kérdezni, akkor ki az, aki volt nyílt napokon, és rengetegen jelentkeznek mindig is, olyan jó érzés. És akkor mindig megkérdezzük tőlük, hogy nos, akkor ki az, aki szeretne tevékenykedni, és megint rengetegen jelentkeznek, úgyhogy. És hogyha megkérdezzük tőlük, hogy miért szeretnének tevékenykedni, akkor mindig ezt mondják el, hogy látták, hogy mit csinálunk, és szeretnének ők is részt venni. Vagy ismerősük van, vagy testvérük, aki tevékenykedik, és megtetszett nekik is. Tehát például a vezetőségben van olyan, aki ilyen nyílt napokon ismerkedett meg Marosvásárhelyi Egyetem lehetőséggel? Ön marosvásárhelyi, ugye? Tehát igen. Tehát nem volt nagy újdonság az, hogy Marosvásárhelyen milyen egyetemek vannak, de gondolom, hogy vannak az MMDS-ben olyanok, akik egy-egy ilyen nyílt napon látták meg a lehetőséget ebben a városban, illetve az itteni diák életben. Igen, ez így van. Rengetegen vannak. Még az elnökségi csapatban is vannak, akik igen nyílt napok által kerültek ide, és hát így látták meg a lehetőségeket. Na most az elején említette, hogy megismertetik a diákokkal azon kívül, hogy milyen egyetemek vannak, és ugye az egyetemek aztán bemutatják a lehetőségeket, hogy miket oktatnak, és hogy mi lesz belőlük, mert feltételezem, hogy az egyetem választást végül is az befolyásolja döntő módon, hogy mi lesz aztán, mikor befejezte az egyetemet. Tehát nem hiszem, hogy sokan végeznek egyetemet azért, hogy nagyszerű diák életben legyen részük. Tehát, hogy ezt végig látogatják, és utána megmutatják azt is, hogy a diák élet milyen. Most ez így konkrétabban miben áll? Hát ez abból persze, áll. Nem akarom el azt megtudni, hogy a buli 10. órájában hogy érzik magukat, tehát nem ezekre az információkra vagyok kíváncsi, csak hogy így érdekelne, hogy tényleg mit mutatnak meg abból, hogy milyen diák élet várja őket. Hát igen, hát a buli az nyilván része a diák életnek, de hogy maga ez az egész szervezés, ezt, hogy látják azt, hogy mi mivel foglalkozunk egyetem mellett, és tavaly évben pont beszélgettem velük, és hogy kérdezték, hogy lehet
egyetem közben szesszióban, hogy lehet szervezni, és mikor elmondtam nekik, hogy hát úgy tettem le az összes vizsgámat, hogy közben főszerveztem ezt az eseményt, akkor innen el voltak csodálkozva, hogy igenis lehet tevékenykedni egyetem mellett is, és hát lényegében ezt mutatjuk meg nekik, hogy merjenek egyetemen kívül is foglalkozni dolgokkal, hogy merjenek szervezgetni, merjenek eljárni gyűlésekbe, találkozókra. Ez erről szól a diák élet lényegében, ezt próbáljuk nekik elmesélni, megmutatni, nem tudjuk konkrétan azon kívül, hogy látják, hogy mi szervezkedünk, miközben egyetem van. Igen. De ennyit tudunk megmutatni nekik, és elmondani, hogy mindezt lehet. Igen, és megmutatnak ilyen fontos intézményeket is a vásárhelyen? Tehát, hogy mi az, ami így izgalmas tud lenni egy olyan ember számára, aki nem ismeri Marosvásárhelyt. Most gondolok arra, hogy a Művészeti Egyetem számára az, hogy létezik a Tutun nevezetű kávézó, ez egy alaphely. Az, aki nem látta még azt az intézményt, az nem igazi művészetis diák. Hát próbáljuk besűríteni ezt is a programba. Két helyszín közötti sétálás alatt, viszont jelenlegi programunk szerint nem nagyon fér bele az, hogy egyéb helyre is elvigyük őket. De ami útba esik, azt természetesen megmutatjuk és elmondjuk. Így is nagyon-nagyon sűrű. Tehát egy egész napos programot felvesz, és így is körülbelül este 8 után érnek oda, hogy leüljenek és vacsorázzanak egyet. Tehát nagyon sűrű, és sajnos ez nem fér bele, hogy külön elvigyük őket ilyen helyszínekre, viszont természetesen ami úgy van, azt megmutatjuk, elmondjuk, hogy vannak ilyenek. Esetleg tanácsot adunk, hogy felálljunk őket, hogy mit nézzenek meg, hogyha még erre járnak. Igen. Na most a különböző egyetemek diákszövetségei közötti kapcsolatról is gondolom, hogy szó esik ezen a rendezvényen. Mármint, hogy azon, hogy aki az orvosira felvételizik, az nem lesz bezárva abba az intézménybe. Tehát, hogy azért átjárható és élénk kapcsolat van a különböző egyetemek diákszövetségei között. Természetesen is próbálunk odafigyelni arra, hogy szervezzünk olyan eseményeket, olyan programokat, amik belevonják az összes egyetemet, vagy minél több egyetemet. Próbálunk odafigyelni, hogy ne csak az orvosiról szóljon, vagy ne csak a művészetiről, ne csak a szapienciáról, vagy ne csak a pedagógiáról, hanem olyan rendezvényeket, amik belevonják az összeset. Egyik legnagyobb példánk az a diáknapok. Ott mindenkit várunk, de próbálunk kisebb rendezvényeket is, hogy ne legyen senki sem kizárva. Ez fő célunk, mint Marosvásárhely Magyar Diák Szövetség. Igen, tehát gondolom, hogy azért jó a kapcsolat, tehát nem csak olyankor, amikor bemutatják a középiskolásoknak, hogy bizony Isten, nagyon jó a kapcsolat köztünk, hanem hogy tényleg élő kapcsolat ez. Ami nagyon fontos egy olyan diák számára, aki idegen ebben a városban. Tehát, hogy ide érkezik család nélkül, kapcsolatok nélkül, és akkor az egy nagyon fontos dolog, hogy látja, hogy van egy élő hálózat emberekből, akik barátságosak, és akikkel megbeszélheti a problémáit. Igen, el lehet mondani, hogy jó a kapcsolat, nagyon jó a kapcsolat, és próbáljuk nyilván pontosan az ilyen emberek számára, akik hát úgymond egy idegen városba elérkeznek. Nem sok olyan emberrel lehet találkozni, aki elmondhatja magáról, hogy abszolút senkit nem ismert, tehát azért úgy megvannak már előre az ismerősök, amikor elérkeznek ide, de természetesen fontos az számunkra, hogy úgy intézkedjünk, hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki ki tudjon kapcsolódni. Igen, hát mondjuk ide erre az útra nem hívnak külföldi diákokat, de hát azok is elég szép számban részt vesznek mindegyik egyetemnek a képzésén, úgyhogy inkább rájuk gondoltam akkor, amikor arra gondoltam, hogy teljesen gyökértelenül, tehát egy idegen ország, idegen nyelv, idegen szokások, idegen törvénykezés, tehát hogy elég sokféle segítségre szorulnak azok, akik ide érkeznek ebbe a városba. Sok sikert kívánok önöknek ebben az évben is, és hát igen, reméljük, hogy még sok-sok évig tart majd ez a projekt, majd az önök utódai is tovább folytatják. Köszönjük. Ezt. Mert hogy igen, tehát tapasztalható, hogy ez azért egy nagyon hasznos ismerkedés a marosvásárhelyi
egyetemi lehetőségekkel azoknak, akik most végzik a középiskolát. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, ez volt mai Pont Ma műsorunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.